Miben tud segíteni az apuka a kórházból hazaérkező kisbabának és anyukájának? Mire jó és hogyan működik a légzésfigyelő? Hogyan kell újraéleszteni egy csecsemőt? Többek között ezekre a kérdésekre is választ kaphatnak a leendő szülők. Pécsen ugyanis ingyenes baba első segélytanfolyamot tartanak. A foglalkozásokat két hetente szervezi egy őssejtszolgáltató cég, a Krió Intézet. Az intézetünk ezt lehetővé teszi a kismamák számára, hogy ilyen ingyenes programokon megjelenjenek. Egy-egy foglalkozás során másfél-két órát töltenek el velünk a leendő szülők, hiszen ugye elsősorban várandós kismamákat, illetve az ő hozzájuk tart. A programokon többek között átbeszélik a jelenlévőkkel az első otthon töltött napokat, hogy mi vár az újdonsült szülőkre, amikor hazaérkeznek babájukkal, de a csecsemő újraélesztés elméletét és gyakorlatát is elsajátíthatják az érdeklődők. Az összeszokás a családdá érés feladatáról hangzik el egy olyan jó 20 percben információ. Természetesen a kérdésekkel együtt ez hosszabb is lehet, azért is említettem, hogy nagyjából másfél két órában dolgozunk együtt, és ezt követően pedig a csecsemő újraélesztésről, nyilván először szóban, légzésfigyelő használatáról, annak fontosságáról vagy nem fontosságáról. Legközelebb január 22-én tartanak ilyen képzést. A foglalkozások két hetente zajlanak Pécsett a Petőfi utcában délelőtti időpontokban.